Európa és Obama. Szeret, nem szeret. Jön, nem jön. A Blair fiú esete az igazmondással. Szintiszta hazugság. Háborúk Nobel békedíjjal. Visszasírjuk Bush-t. Irán atomizálódik. Láncreakció felszabadítás. Vendégem a stúdióban Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Szervusz Gyuri, rég nem láttunk. Szervusz, jó estét kívánok. Utaztál, utazgattál szennél szebb helyeken, de hát közben ugye a világban is zajlanak a dolgok. Érlelődik a háború Irán körül, nem? Azt beszélik, hogy lehet, hogy már most a tavaszon kirobban. Gyakorlatilag azt kell látni, hogy Irán esetében egy új helyzet van. Na most az új helyzet megértéséhez annyit kell tudni, hogy a világ is változott. Ennek néhány elemét hagy mondjam el. Minden évben megrendezik tavasszal a háromnapos müncheni biztonságpolitikai fórumot. Ez a világ legfontosabb biztonságpolitikai találkozója. Idézőjelben, aki él és számít, az itt van. Néhány nevet a tavalyi és idejek közül. Putyin, Sarkozy, Merkel, Biden, Jones, NATO-európai főparancsnok, Rasmussen, orosz külügyminiszter. Tehát elképesztően sok ember jön itt össze, és koncepciókról vitatkoznak. Az idei háromnapos vita, ami múlt hét péntek, szombat, vasárnap volt, néhány témát vitt végig, és ebből az egyik téma Irán volt. És érdekes módon, nem várva, azért ezt alá kell húzni, megjelent Motaki iráni külügyminiszter, és tartott egy tájékoztatót, kiválót, ahol elmondta azt, hogy Irán nem törekszik atomprogramra, nem célja az atombomba, jelenleg a dúsítás 3%-on áll, nekik atomerőművek kellenek, hiszen a kőolaj és földgáz problémás, erre talán lesz idő rátérni, és ennek keretében a dúsítást külföldön fogják lefolytatni. Érdekes módon az egész világ föllélegzett. Tehát az a rengeteg problémakör, ami Münchenben megvolt, megvan és meg lesz, egy pillanatra háttérbe szorult, és Irán vitt mindent. Tehát a főszereplővé előlépett az iráni külügyminiszter. Másnap az Ahmadinejad véleményem szerint rendkívül csacsi módon bejelentette, hogy szó nincs erről, a dúsítást otthon kezdik el, azonnali hatállyal, és a 3%-ot fölviszik 20-ra. Ebben a percben a világ vezető politikusait egységesítette Irán ellen. Tehát az én személyes problémám, ha ilyet akart mondani, mondta volna 3 nappal később, amikor a müncheni fórum véget ér, lehetetlen helyzetbe hozta a saját külügyminiszterét, és mindenki pártállástól függetlenül, az oroszok, akik ilyet soha korábban nem csináltak, bejelentették, hogy ez az iráni atomprogram számukra nem elfogadható. Érdekes módon ezt a 3 napos müncheni fórumot néhány dolog határozta meg. Ebből az egyik az iráni atomprogram volt, a másik az afganisztáni helyzet, ahogyan tovább, a harmadik az USA stratégiai koncepciója, mit kezdjek a világgal címmel. Tavaly itt hirdette meg egy évvel ezelőtt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Főtanácsadója és az amerikai alelnök az Obama-féle új stratégiát, a következő pedig az oroszok és kínaiak hozzáállása a világhoz. Érdekes módon az egész Közel-Kelet lesz második vonalba került. Az izraeli vezetés itteni jelenléte különösebb figyelmet nem kapott. Minden más kérdés egy kicsit elhalványult, még az is, amire nem volt példa a történelemben, hogy más koncepcióval állt elő a német alkancellár külügyminiszter és a német védelmi miniszter, tehát a Westerwelle és a Zuckerberg, méghozzá az amerikaiakról, atomfegyverről, a világ jövőiről, tehát rendkívül fontos kérdésekről. Vitte a konferenciát Irán, Afganisztán és a nagyhatalmak. Gyuri, én attól félek, hogy Iránt mindenképpen meg fogják támadni, ugyanúgy szorul a hurok körülötte, mint Irak körül annak idején. Ezt a vezetést el akarják távolítani, nem véletlenül ugye támogatják az ellenzéki mozgalmakat, de hát egy Irán elleni háború láncreakciót válthat ki, hiszen akár az oroszoknak, akár a kínaiaknak, másoknak, mindenkinek vannak kiegyenlítetlen számlái, és kihasználhatják, hogyha mi a NATO-val együtt, és hát az Egyesült Államok le leszünk kötve most már a nem tudom hanyadik országban. A válaszom az, hogy sajnos nagyon nehéz a kérdés. Tehát erre ma tisztességes választ nem lehet adni. Tavasztól őszig idén a háború valószínűsége nagy. Tehát ezt meg kell mondani, ez új. Néhány körülményt hagy nevezzek meg. Egy. A térségben van két középhatalom, akikkel mi soha nem foglalkozunk, ami alatt a világot értem. Törökország. Meg kell mondani azt, hogy Törökország vélig sértődött, hogy az Európai Unió úgy bánik vele, ahogy. Szerintem az EU-nak ebbe igaza van, de ez egy más kérdés. Tehát Brüsszelből és Ankarából más a világ.
ez a Törökország az amerikai javaslatot, hogy vegyen részt egy Irán elleni háborúba és cserébe atomreaktort kap, elutasította. A másik idézőjelbe tett perem középhatalom itt Egyiptom. Ha és amennyiben ez a két hatalom képes lenne a közel- és középkeletet idézőjelbe kézbe tartani, akkor a modern korba először nem külső hatalmak határoznák meg a térség sorsát. Ez csak egy elem. A második elem. Hivatalos iráni adatok szerint 40 ezer alvó ügynöke van jelenleg a világban. Egy Irán elleni háborúban ezek aktivizálódnak, a hatás beláthatatlan. Harmadik. Ezek iráni ügynökök. Ezek iráni tehát, ügynökök. És mit tennének ezek az alvó természetesen ügynökök? Azon elkezdenik az amerikaiak és izraeli célpontok elleni támadásokat, izraeli érdekeltségek, amerikai érdekeltségek elleni támadás. Tehát 40 ezer alvó ügynök azért nehéz. Nyilván ezek egy részéről az illető titkos szolgálatok tudnak, egy részéről nem. Mi a harmadik lehetősége Iránnak és utána háború? Néhány csapást végre tud hajtani. Mik ezek? Egy. Az Irakban lévő amerikai és brit elők elleni támadást. Ez annyira közel van, hogy ez szinte lehetetlen kivédeni. Amerikaiak már odavittek megfelelő Patriot rakétákat pontosan az elmúlt napokban, ami azt jelenti, hogy azért ők is azzal számolnak, hogy itt bármi történhet. Le lehet zárni a Hormuzi szorost, ahol a világ energiaellátásának jelentős része megy, és csapást lehet mérni Izraelre. Ezért kell Jemen. Azt is látni kell, hogy Izrael esetében is az amerikaiak a megfelelő Patriot rakétákat adják, de ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát ezeket a fegyvereket éles helyzetben most a iráni rakétákról van szó, még nem próbálták ki. Következő. Annyit látni kell, és ez az amerikaiak fő dilemmája, teljesen más az amerikai, orosz, kínai és izraeli dilemma. Az amerikaiak fő dilemmája az, hogy Iránban nagyon komoly népmozgalmak indultak el az Ahmadinejad vitatható választási sikere következményeként. A kérdése az az USA-nak, ezek a népmozgalmak beérnek-e, vagy szétverik-e őket? Miután mindenütt ott van a világ összes titkosszolgálata, aki a térségbe érdekelt, tehát azt is látni kell, hogy a CIA megfelelő információkkal rendelkezik mindenről. Csak jönnek a következő problémák. Mi az orosz érdek? Az orosz érdek az, hogy Irán önálló kőolaj és földgáz exportőrként ne nagyon játszon a világpolitikába, mert az Oroszország ellen van. Ez az Irán ne jusson atomfegyverhez, mert ez orosz ellenes, de ez az Irán ne legyen amerikai célpont, mert abban a pillanatban Oroszország még inkább idézőjelbe bekerített helyzetbe kerül, tehát Oroszországnak az a jó, ha nem történik semmi, ami lehetetlen. De fennmarad a feszültség. A status quo fenntartása, ez egy ideig lehetséges, de hosszú távon a történelme nem. Mi a kínai érdek? A kínai érdek rendkívül egyszerű, horribilis pénzt ruháztak be Iránba, és itt meg kell állni. Irán esetében ténylegesen óriásak a kőolaj és földgáz tartalékok, de nem tudja földolgozni, az egész ország elmaradott. Rengeteg az eredmény, többek közt az életszínvonal. De egy fiatal lakosság van, akinek fogalma nincs ma már a sakk rendszeréről, és ez a fiatal lakosság ma Bush ellenes, nem Obamát mondtam, és USA barát. Tehát USA-ba szeretne tanulni, miközben az amerikai korábbi vezetés gyűlölte. Ez a Kína békét akar, mert milliárdokat pumpált be az iráni kőolaj és földgáz lelőhelyekbe és azok föltárásába. Mi az izraeli érdek? Az izraeli érdek az, hogy három lehetséges útvonalon Szaúd-Arábia, Törökország és Irak támadást intézni Irán ellen. De meg kell állni. Lehet, hogy Izrael minden adatot megkap az USA-tól. Egyedül erre ma képtelen. Arra igen, hogy valamelyest hátráltassa az iráni atomprogramot, de ez nem amerikai stratégiai cél. Belerángathatja Amerikát a háborúban. Pontosan, és a másik probléma pedig az, hogy ha katonai megoldást választják, abban a percben az iráni társadalom, mint a világ bármely társadalma egységesül. Abban a percben, ha egységesül, akkor nincs esély arra, hogy Ahmadinejad féle nevezzük kemény vonalnak, én inkább buta vonalnak nevezném, el lehet mozdítani. És én föltettem magamnak néhány kérdést. Egy. Jelenleg el lehet-e valamit érni az Irán elleni szankciókkal? Nem. Képes-e a világ a szankciókat betartani? Nem. Kijátszák. Közös-e az amerikai és európai érdek? A válasz az, hogy nem. Az Egyesült Államok a kemény szankciókba érdekelt, az Európai Unió pedig abba, hogy ezeket a szankciókat lehető puha állapotba tartsa, mert számára Irán partner. Mi az iráni stratégiai cél politikai értelemben? Kijátszani egymás ellen az USA-t és az Európai Uniót. Rendkívül érdekes módon évente voltak találkozók a Európai Unió és Irán közt, ezek amerikai nyomásra abban maradtak. Irán a legfontosabb kereskedelmi partner az Európai Unió, az Európai Uniónak viszont nagyságrendje miatt Irán nem a legfontosabb, első tízbe sincs benne. De azt is látni kell, hogy a franciák, a britek, a németek a milliárdos megrendelések reményében
ahol lehet, ott puhítják az amerikai szankciós politikát.